Összefogás. Együttműködési szerződést kötött az RMDS az Erdélyi Magyar Szövetséggel, illetve külön a Magyar Polgári Erővel is az együttműködésről a 2024-es választási évben, ahol szükséges közös jelölteket, illetve listákat állítanak. Választások. A népügyvédje nem támadja meg a helyhatósági és az EP választások összevonásáról szóló sürgősségi rendeletet, azonban az AU rendkívüli jogorvoslatot kezdeményezett, a legfelsőbb bíróság pedig helyt adott a reper beadványának, hogy támadja meg a rendeletet az Alkotmánybíróságon. Kovászna megye. Felfüggesztették tisztségéből a korrupcióval gyanúsított Mircea Diákont, a Kovászna megyei fogyasztóvédelem hírhet vezetőjét, aki korábban leginkább magyar ellenes intézkedéseivel vált ismertté a közvélemény előtt. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Összefog a szuperválasztási évre az RMDS-szel a két kisebb erdélyi magyar párt, az Erdélyi Magyar Szövetség és a Magyar Polgári Erő, annak ellenére, hogy a megegyezés nem három párti, közös célokkal állnak a kihívások elé. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyességet kötött az Erdélyi Magyar Szövetséggel, illetve a Magyar Polgári Erővel. Egymást támogatva vágnak neki a szuperválasztási évnek, jelentették be kolozsvári sajtótájékoztatójukon az alakulatok vezetői. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke elmondta, céljuk, hogy győztesként kerüljön ki a magyar közösség. 2024-ben ne hagyjuk, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ami a magyar közösséget a kiszolgáltatottság állapotába taszítja. Mi olyan programmal, olyan megoldásokkal jövünk 2024 során, amely az erdélyi magyar közösség számára biztonságot jelent, a fejlődésnek a lehetőségét, az identitásnak a megerősítését, a szülőföldön való boldogulást. Az Erdélyi Magyar Szövetséggel való megállapodás kapcsán elmondták, az EP listán a negyedik helyre kerül az EMS jelöltje Szilágyi Zsolt személyében. Újságírói kérdésre Zakariás Zoltán, a szövetség elnöke elmondta, nem akadtak fenn a várható a mandátumot nem biztosító pozíción, hiszen ebben az esetben fontosabb az összefogás. Kiemelték, elsősorban Maros és Szatmár megyére, illetve ezek megyeszékhelyeire összpontosítanak. Nyilvánvaló, hogy részleteket a helyekre levenően nem tettünk bele az országos megállapodásba, ez így nem is lenne célszerű és gyakorlati. Azokat a helyeket, amik viszont országos kicsengésűek, így ugye a vásárhelyi és szatmárnémeti polgármesteri, illetve a Maros megyei és Szatmár megyei tanácselnöki tisztségek. Hozzátette, összefogás nélkül nehéz lenne megőrizni a magyar képviseletet az említett helyszíneken. A sajtótájékoztatón rámutattak arra is, hogy nem született közös megállapodás. Az RMDS külön-külön egyezett meg a két kisebb párttal. Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Erő megbízott elnöke ennek kapcsán úgy fogalmazott, az EMS még nem nőtt fel ehhez az összefogáshoz. Ha 2008-ra visszamegyünk, a Magyar Polgári Pártja megszületett, nem volt elképzelhető számunkra annak idején, de gondolom az RMDS-nek se, hogy együttműködést írjunk alá. A mai nap az bizonyítja, hogy felnőttünk erre a feladatra, és az első helyen áll az erdélyi magyarságnak az érdeke, mert másképp nem lehet, össze kell fogni, az erdélyi magyarságot kell képviselni. Hozzátette, ilyen esetekben félre kell tenni a nézeteltéréseket, és a közös célt kell szem előtt tartani. Megtámadja az Alkotmánybíróságon a választások összevonásáról szóló rendeletet a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség. Az AUR egy rendkívüli jogorvoslati eljáráshoz folyamodik, közölte George Simion pártelnök. Az elmúlt két hét leforgása alatt a szélsőségesen nacionalista AUR, majd az Egyesült Jobboldal Szövetség is a népügyvédjéhez fordult azzal a kéréssel, hogy az ombudsman támadja meg az Alkotmánybíróságon az európai parlamenti és a helyhatósági választások összevonásáról szóló sürgősségi rendeletet. Indoklásukban szerepel, hogy meglátásuk szerint a választási jogokat nem lehet sürgősségi kormányrendelettel szabályozni, mert ez minden demokratikus szabvány eltiprását jelenti, és egyben egy újabb lépést az önkényuralom irányába.
A népügyvédje azonban nem készül megtámadni a kormányrendeletet, ezért az EU rendkívüli jogorvoslathoz folyamodik. Ha az állami intézmények már nem működnek megfelelően, ha mindenki még minimális jogi ismerettel is érti, hogy ez a rendkívüli sürgősségi rendelet alkotmányellenes, és mégsem kerül az alkotmánybíróság elé, mi több, az a gyanunk, hogy még az alkotmánybírák is részt vettek ebben az államcsínyben, és mégsem szól senki semmit, mi nem fogadhatjuk el, hogy diktatúrában éljünk. Nem fogadjuk el, hogy ezeket a választásokat összevonják, az ország törvényeit és Románia alkotmányát lábbal tiporják. Az EUR vezér közölte, rendkívüli jogorvoslati eljáráshoz folyamodnak, és az alkotmánynak a politikai pártok szerepéről rendelkező 8. cikkeire hivatkozva fordulnak az alkotmánybírósághoz. Újabb fejlemény a választások összevonása kapcsán, hogy a legfelsőbb bíróság helyt adott a reper egy korábbi beadványának, amelyben az alakulat kéri, hogy a legfelsőbb bíróság emeljen alkotmányossági kifogást a választások összevonásáról szóló sürgősségi kormányrendelet ellen. Elutasította az alkotmánybíróság az USZERE és a Jobboldal Ereje párt beadványát, amelynek alapján alkotmányossági kifogást emeltek az RMDS által kezdeményezett és a parlament által elfogadott jogszabály ellen, amely lehetővé teszi, hogy az államfő mandátumának lejárta előtt 90 nappal már meg lehessen szervezni az államelnök választásokat. Az ellenzéki pártok azért emeltek alkotmányossági kifogást, mivel szerintük elfogadhatatlan a szabályok megváltoztatása alig néhány hónappal a választások előtt. A taláros testület szerint azonban a jogszabály nem sérti Románia alaptörvényét. Ez azt jelenti, hogy szeptemberben már megválaszthatjuk Klaus Johannis utódját. A PSD elnöke, már Csercsalákó miniszterelnök korábban bejelentette, hogy az elnökválasztások szeptember 15-én és 29-én lesznek, míg a parlamenti választásokra december 8-án kerül sor. Az RMDS jelöltjeként ismét megpályázza Maros megye tanácselnöki tisztségét Péter Ferenc, döntését ma jelentette be. Hangsúlyozta, sok folyamatban lévő munkálat, számos kivitelezésre váró projekt van a megyében, ezeket folytatni kell. Most újabb feladatra vállalkozom, és újabb mandátumért indulok a Maros megyei tanács elnöki tisztségéért. Újabb mandátumra pályázik Péter Ferenc Maros megye tanácselnökeként. Szerdán a Kultúrpalotában a történelmi egyházak képviselői, intézményvezetők és politikusok jelenlétében tette a bejelentést. Úgy fogalmazott, a mostani választás 10 évre meghatározza a sorsunkat, arról szól, hogy tudunk-e közös jövőt építeni itt Maros megyében. Sok a folyamatban levő munkálat és számos a kivitelezésre váró projekt, ezeket folytatni kell. Hozzátette, látja az irányt, a terve hosszú távúak, és ezek a megye fejlődését szolgálják. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 8 évben sikerül bebizonyítani, hogy nekünk Maros megye az első. Gondolom, hogy látható eredmények vannak, és úgy érzem, hogy folytatni kell ezt a munkát. Nagyon fontos számunkra, hogy Maros megyébe megőrizzük az egységet, megőrizzük a békét, és folytassuk a munkát, mert azt hiszem, hogy Maros megye megérdemli, hogy próbáljunk minél többet fejleszteni. Újságírói kérdésre elmondta, egyáltalán nem gondolta arra, hogy függetlenként induljon, habár a megyei RMDS elnöki tisztségéről lemondott. 30 éve az RMDS-t képviselem, én egy csapatnak érzem a szövetséget, fogalmazott. Bejelentésének elején értékelte az elmúlt 4 évet. Példaként említette, hogy a Küküllő és a Maros mentén, de szinte az egész megyében megújultak az utak, összesen 150 kilométeren, megkönnyítve az utazók, ingázók életét. A mezőségen és a Nyered mentén is megkezdték a vízhálózat kiépítését, fejlesztették a repülőteret, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére pedig 100 millió lejt meghaladó összeget költöttek. Ugyanakkor a legnagyobb megvalósításnak a Kultúrpalota épületének teljes körű felújítását tartja. Nyílt előválasztásra készül Székelyudvarhelyen az RMDS, amelyen eldől, hogy ki lesz a szervezet polgármester jelöltje, illetve kik kerülnek fel a tanácsosi listára. A jelentkezési határidő hétfőn este zárult, az elbíráló bizottság ismertette, hogy kik szállnak versenybe.
Nyílt előválasztásra készül Székelyudvar helyen az RMDSZ, amelyen eldől, hogy ki indulhat a szervezet képviseletében tanácsosi, illetve polgármester jelöltnek. A jelentkezési határidő hétfő este 6 órakor zárult. Az elbíráló bizottság a dossziék ellenőrzését követően ismertette a megméretkezők listáját. Az április 7-én megrendezésre kerülő előválasztásra 32 tanácsos jelölt és 4 polgármester jelölt jelentkezését hagyták jóvá. Népsor szerint Benedek Árpád Csaba, Demeter István, Illyés Szabolcs György és Szakács Pál István. Nyilvánvalóan a jelentkezőkről és a személyekről a kampány során nagyon sok mindent megfogunk és meg fognak önök is tudni, és meg fog a város is tudni, hiszen erről szól majd az elkövetkező kampányidőszak. Az áprilisi előválasztáson minden 18. életévét betöltött, székelyudvarhelyi lakhelyen rendelkező állampolgár voksolhat. Minden szavazó egy polgármester jelöltre és minimum 1, maximum 6 tanácsos jelöltre adhatja le a szavazatát. Megváltoztatták az alapszabályzatot, és nem szerveznek előválasztást az RMDSZ csíkszeredai városi szervezetében. A helyi választásokon induló jelöltek sorrendjét a városi küldöttek tanácsa fogja eldönteni, amelynek tagjai a jelenleg tisztségben lévő tanácsosok és városvezetők. Április 4-én a városi küldöttek tanácsa fogja rangsorolni az RMDSZ színeiben induló tanácsos jelölteket Csíkszeredában. Ugyanígy a 39 tagú testület fog dönteni arról is, hogy Korodi Attila vagy Szőke Domokos lesz a szövetség polgármester jelöltje a helyhatósági választásokon. A városi szervezet elnöke Korodi szerint azért nem szervezik meg az állóurnás választásokat, mert rövid erre az idő. Azt láttuk jelentések alapján, hogy akár a 4 évvel ezelőtt, 8 évvel példából is, hogy a választáson meg kell legyen az ideje. Azért, hogy az emberek, amikor szavaznak róla, választanak róla, akkor ne csak a személyeket, hanem azt is, amit szeretnének tenni, meglássák, meghallják és mérlegeljék. Csíkszeredában mindig a szavazó polgárok döntötték el, hogy ki legyen az RMDSZ polgármester jelöltje, illetve kik kerüljenek a tanácsosi lista befutó helyeire. A 2 héttel ezelőtt hozott döntést többen antidemokratikusnak tartják. Ezt a módszert megszüntetni egyoldalúan, és nem kérni ki a város véleményét, felrúgni ezt az egyezményt, ezt méltánytalannak és igazságtalannak találom én. És most abban a helyzetbe kerülünk, ugye, hogy egy ilyen 20 ember, minden feltétele adott ennek, 20 ember eldöntse, hogy ki legyen a polgármester a városban, és kik legyenek az önkormányzati képviselők. Ne tekintsenek pecsételőnek felszólítással, petíciót is indítottak, amelyben azt követelik városi küldöttek, hogy a helyi szervezet írja ki az előválasztásokat. A még támogatható petíciót 4 nap alatt több mint 100-an írták alá. A helyi és megyei önkormányzatoknál marad a gyógyvizek kitermelése után járó illeték 80%-a. A vonatkozó RMDSZ-es törvénytervezetet döntőforumként szavazta meg a képviselőház plénuma. Akár csak a fogyasztásra használt szénsavas és szénsavmentes ásványvizek esetében, ezen túl a terápiás célokra használt gyógyvizek kitermelése után járó illetékek 80%-a is a helyi és megyei önkormányzatoknál marad. A kitermelők által fizetett illeték 35%-ban a megyei, míg 45%-ban az adott helyi önkormányzat költségvetésébe kerül. Gyakorlatilag egy elvet érvényesítettük, azt az elvet, hogy a helyi természetes kincsekből származó összegek, kitermeléséből származó összegek, azok a helyi önkormányzatot gazdagítsák, és ne a bukaresti fekete lyukba tűnjenek el. Mert eddig ez történt, ezek az összegek, ezek Bukarestben maradtak, és annak ellenére, hogy a kitermelés az nagyon sok esetben helyileg oldódott meg, a helyi infrastruktúrát kellett karbantartani, ugye a kitermeléssel ez nagyon sok esetben ez sérült, ennek ellenére a jövedelem oldalából az önkormányzatok semmit nem láttak. Romániában több mint 15 települést érint a törvény. Székelyföldön például Borszék, valamint Kovászna több településén, a Bihar megyei Tenkén is többletjövedelemhez juthatnak az önkormányzatok, amelyet a települések fejlesztésére fordíthatnak, tette hozzá a jogszabály kezdeményezője Miklós Zoltán. Korrupció gyanújával felfüggesztették állásából Mircsádi Ákont, a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetőjét, aki ittas állapotban előidézett botrányairól és magyar ellenes megnyilvánulásairól hírhett. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség február 8-án végzett vizsgálatai alapján derült fény törvényellenes cselekedeteire,
de a Vráncsá megyéből származó hivatalnoknak már korábban is számos esetben gyűlt meg a baja a hatóságokkal. Nem vetti meg az italt Mircsár Diákon, a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal felfüggesztett vezetője. Legalábbis ez derült ki azokból a részletekből, amelyeknek Szekeres Attila, a Háromszék napi lap újságírója járt utána, és hozott sajtó nyilvánosságra az elmúlt évek folyamán. Mircsár Diákon pályafutását rendőrként kezdte, ahonnan hivatali visszaélés miatt elbocsájtották, majd polgárőrként rendszeres ittas jelenléte miatt felfüggesztették állásából. 2013-ban mégis a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal élére került, ahol az általa vezetett vizsgálatokban leginkább a magyar ellenesség vezérelte, például fellépett a székely termék megnevezés ellen. Bár 2018-ban tetten érték és később bíróság elé állították ittas vezetés miatt, mostanáig mégis hivatalában maradhatott. Az alkohol szonda 1,2-t mutatott, tehát ez valójában a vérben mért 2,4, tehát a bűncselekmény határának a háromszorosa, tehát alig általában, és így beült az autóba. Egy olyan téren, ami tele volt emberekkel. És annyira nem tudott vezetni, hogy háromszor belehajtott az előtte levő kocsiba, amelyben egy nagymama altatta a kisgyerekét. És ezért 4 évig húzták ezt az ügyet, és mindössze 5000 lejes pénzbüntetés kapott. Szekeres Attila szerint Diákon esete rendkívül jellemző a román állam működésének hiányosságaira. Ő tavaly tavasszal érdeklődött az Országos Fogyasztóvédelmi Hivatalnál, hogy egy ilyen bűncselekmény után miért foglalkoztatják a hivatalnokot, de nem kapott választ a levelére. Hogy most mégis lépett a DNA, azt biztatónak tartja, de az is lehetséges, hogy a kormány csak az Európai Unió elvárásainak szeretne megfelelni a választások előtt. Korszerű orvosi berendezések beszerzésével emelni az újszülötteknek nyújtott egészségügyi szolgáltatások színvonalát a Maros megyei Klinikai Kórház újszülött osztálya, az elsődleges céla a biztonságos oxigén adagolás születéskor. Az országos helyreállítási terv keretében lehívott pályázatból korszerűsítik a Maros megyei Klinikai Kórház újszülött osztályát. Az intézmény orvosi igazgatója híradónk érdeklődésére kifejtette, a berendezések üzembe helyezésével a biztonságos oxigén adagolása cél az újszülöttek világra jövetelekor, ugyanakkor az eljárás által okozott retinopátiát szeretnék megelőzni. 5 gépünk, amilyen túlmixolt levegő oxigén keverőgépről lesz szó. Lesz 5 életfunkciós ilyen monitorunk, amit beszerzünk ez a projekt keretében, egy inkubátor az újszülötteknek, 5 lélegeztetőgép, egy szemészeti készülék. Miért kellenek ezek a berendezések, amint mondtam és említettem, nagyon fontos, hogy az újszülötteknek biztonságosan legyen az oxigénellátása. Az 5 nagy teljesítményű levegő oxigén keverőgépet, az 5 életfunkciós monitort, az 5 lélegeztetőgépet, valamint az inkubátort és a szemészeti készüléket az újszülött részlegen üzemelik be. Szükség esetén azonban a koraszülött részlegen is használni fogják. A projektre elkülönített összeg 367 000 lej, a gépek beszerzésének és beüzemelésének időpontja november vége, de várhatóan már a nyár végére üzembe helyezhetik a berendezések. Intubáló készlettel ellátott gyakorló babát vásárolt a csíkszeredai mentőszolgálat számára a Csíki Vállalkozók Egyesülete. A 21 000 lej értékű eszközt a Magyarország csíkszeredai főkonzulátusával közösen szervezett Katalin Bálon összegyűlt adományból finanszírozták. Akkor, amikor valakinek megállt a szíve és el kell kezdjük az újraélesztést, akkor ez a pár másodperces beavatkozáson sokszor múlhat az ember élete. Ezt az újraélesztés gyakorlásához szükséges gyakorlóbabát és a hozzátartozó eszközöket vásárolta a csíkszeredai mentőszolgálat a Csíki Vállalkozók Egyesülete által felajánlott 21 000 lejes támogatásból. Egy olyan eszköz szállítódott le a mentőszolgálathoz, amelyen az alkalmazottaink fogják tudni gyakorolni egy biztonságos légút biztosítását, fogják tudni gyakorolni nem csak az alapszintű újraélesztést, hanem az alapszintű újraélesztés mellett az intubálás is gyakorolható.
A támogatást a vállalkozókat tömörítő szervezet és a Magyarország csíkszeredai főkonzulátus által tavaly ősszel szervezett Katalin Bálon gyűlt 107 ezer lejből ajánlották fel a mentőszolgálatnak. A két szervezet 10 éve szervezi a jótékonysági Katalin Bált. A Katalin Bál megszervezésének többes célja is van, az egyik a legfőbb célja az, hogy adományt gyűjtsünk olyan intézményeknek, amelyek erre rászorulnak, amelyek széles társadalmi rétegeket érintenek, ugye ilyen jellemzően az oktatási, szociális, egészségügyi intézmények. A támogatásra szánt összeg egyrészt a vállalkozók által felajánlott adományokból, másrészt a felajánlott műtárgyak Bálon zajló licitálásából gyűlt össze. 40 év feletti szülőföldjükön élő romániai magyar alkotók pályázhatnak irodalmi ösztöndíjra március végéig. A pályázatot az iskola alapítvány hirdette meg azzal a céllal, hogy ösztönözzék az erdélyi magyar kultúrát gazdagító szépirodalmi művek létrehozását. Egy évre szóló irodalmi ösztöndíjat hirdetett az iskola alapítvány 40 év feletti szülőföldjükön élő romániai magyar alkotóknak, amelynek célja az erdélyi magyar kultúrát gazdagító, szépirodalmi művek létrehozását ösztönző alkotói feltételekhez való hozzájárulás, illetve az irodalmi, társadalmi közmegbecsülésnek kifejezésre juttatása. Az ösztöndíjat személyenként 48 ezer lej értékben 7 fő nyerheti el, és a támogatás utalása 4 ezer lejes havi részletekben történik. Mindazon szerzők pályázhatnak, akik vállalják azt, hogy az elkövetkező egy évben egy új irodalmi művet fognak létrehozni, és ez egy szenyor ösztöndíjként van meghatározva, az a követelmény, hogy 40 évet betöltött legyen 2023. december 31-én. Nincs ehhez hasonló ösztöndíj meghirdetve Erdélyben, de a visszajelzések alapján van rá igény. Illetve az iskola alapítvány az elmúlt években hangsúlyosan támogatta a magyar kultúrát és irodalmat különböző programjain keresztül, és ez az egyik program, amellyel úgy gondoljuk, hogy gazdagítani tudjuk az erdélyi magyar kultúrát, fogalmazott az alapítvány elnöke. Az ösztöndíjak odaítéléséről 5 tagú szakmai kuratórium dönt, és az értékelés során a pályázók eddigi szakmai munkásságának figyelembevétele mellett az elbíráláskor meghatározó a pályázati időszakra benyújtott munkaterv szakmai tartalma is. A pályázat felhívása és az adatlap letölthető az iskola alapítvány honlapjáról. A pályázat beküldését az alapítvány e-mail címére várják. Határideje 2024. március 31-e. Az eredményhirdetésre 2024. április 11-én a Magyar Költészet napján kerül sor. Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium faültetésről emlékezett meg Wittmann Rudolfról, az iskola néhai diákjáról, aki tavaly októberben vesztette életét az orosz-ukrán háborúban. A Csiky Gergely Főgimnázium udvarában tartott megemlékezésen Lehocki Attila történelem tanár beszédében felidézte az 1848-as márciusi ifjak áldozatvállalását, és azt mondta, hogy ami összeköti a történelmet Wittmann Rudolffal, az a szabadságban való hit. Wittmann Rudolf 2015-ben érettségizett az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban. Én nagyon rövid ideig tanítottam azt az osztályt, egy évet, de maximum kell kettőt. Ez egy csendes, nyugodt osztály volt, és a fiatalember is az volt. És egy ízben fordult az elő, hogy egy ilyen katonai jellegű témánál, talán épp a római birodalomnak a hadseregéről beszéltem valamennyit, amikor jelentkezett és elmondta, hogy ő hivatásos katona akar lenni. Érettségi után Wittmann Rudolf 5 évet szolgált a francia idegen légióban, majd miután leszerelt, önkéntesnek jelentkezett az ukrán hadseregbe, nem sokkal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Alig múlt 27 éves, amikor tavaly októberben elesett a fronton. A fiatalembert Aradon temették el, az emlékfa ültetésekor jelen volt gyásztól megtört édesanyja is. Nagyon nehéz, de meg szeretném köszönni, hogy az iskola megemlékezik a fiamról. Arról, amit tett. Az elültetett szomorú fűzfa csemete mellett egy emlékplakett hívja fel a figyelmet a háború borzalmaira, a kioltott életek tragédiájára, mondta a faültetés egyik kezdeményezője, az iskola tanítója, aki rokonként is érintett a tragédiában. Egy élő fa, amely később a gyermekeknek árnyékot, vagy csak egy megnyugtató pillanatot adhat, tehát ezt tartottuk a legjobb ötletnek.
Nehéz volt azért magát a fát is kiválasztani, hogy milyen legyen, és a szomorú fűz azért az azt üzeni mindenkinek, hogy ez egy olyan dolog, egy olyan szomorúság, ami sokáig meg fog maradni bennünk, és annak ellenére, hogy tompulni fog, mégis az én részemről az, hogy azért egy 27 éves életet elveszíteni, ez egy tragédia. A pedagógusok ugyanakkor bíznak abban is, hogy az emlékfa, valamint Wittmar Rudolf tragédiája elgondolkodtatja majd mindazokat a fiatalokat, akik háborús videójátékokat játszanak, hogy milyen borzalmak történhetnek meg a valóságban egy harcmezőn. Csúnya vereséget szenvedett a marosvásárhelyi VSK, sporttal folytatjuk. A helyi VSK kosárlabdázói nem tudták megakadályozni a bukaresti Dinamót, hogy 102 pontot dobjon a marosvásárhelyi sportcsarnokban. Az országos bajnokság középszakaszának 7. fordulójában 102-89-re nyert a vendégcsapat. Ilyen megalázó vereséget hazai pályán még nem tapasztalt a vásárhelyi gárda. Képtelen kilábalni a hullámvölgyből a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata, amely 5. vereségét szenvedte el zsinórban, ráadásul most 100 pont fölött kapott ki hazai pályán a bukaresti Dinamótól. Az országos bajnokság középszakaszának a 7. fordulójában 102-89-re nyertek a vendégek, akik elképesztő 70%-os pontossággal dobtak. Ehhez azonban a hazaiak kritikán aluli védekezése is hozzájárult. George Triff vezetőedző szerint a sorozatos sérülések és Goran Martinic eltiltása miatt kerültek ebbe a helyzetbe. Ugyanaz a csapatunk, amely eddig játszott, de sajnos hullámvölgybe kerültünk. Ezt a hullámvölgyet már 4-5 meccs óta érezzük a sérülések miatt. Goran is hiányzik, látjuk, hogy nagyon hiányzik, de össze kell szednünk magunkat. Jelenleg nem tehetünk mást, mint edzeni, és megpróbáljuk minél jobban helyrehozni a srácok moráját. A mérkőzés gyakorlatilag az első negyedben dőlt el, amikor a vendégcsapat 12 pontos előnyre tett szert, ezt pedig többé-kevésbé a találkozó végéig megőrizték. Ezek után a szombati mérkőzésnek a bukaresti Rapid ellen sorsdöntő fontossága lesz a rájátszásba jutás szempontjából. Ez egy mindent vagy semmit meccs, nagyon össze kell szednünk magunkat, össze kell fognunk, összetartó csapatként kell viselkednünk, hogy elérjük a kívánt eredményt és bejussunk a playoffba. A Rapid elleni mérkőzést szombaton 18 órától játsszák a Simon László sportcsarnokban. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.